1500 évvel itt működött az újpesti piac a templom mellett a téren, 1550 évvel épült egy másik, egy új piac, amely fölött azonban eljárt az idő. Ezelőtt néhány évvel, akkor, amikor Wintermantel Zsolt volt a polgármester és a Fidesz vezette a várost, akkor megépült itt a hátunk mögött Újpest egyik büszkesége, az új újpesti piac. Az újpestiek megszerették ezt a piacot, sajátjuknak érzik és nagyon büszkék rá. Szomorúan látjuk azonban, hogy itt az újpesti piac előtti téren, ahol korábban Zsolték egy nagyszabású fejlesztést terveztek, az elmúlt két évben, két és fél évben lassan nem történt semmi. Amióta a baloldal vezeti a várost, Újpest fejlődése leállt. Újpest visszafele megy, és nem előre. Mi azt szeretnénk, hogy a parlamentben Zsolt képviselje Újpestet, annak érdekében, hogy Újpest előre menjen, és ne hátra. Rendkívül szomorú ezt látni, amit a hátunk mögött van. Kerítés, murva, egész egyszerűen nem történik semmi. Ahogy egyébként a látványterveken megnézhetik, ide egy 21. századi főteret terveztünk, egy igazi rendezvényteret, pezsgő életet, ligetet, kávézókat, szabadtéri színpadot, a városnapokra helyet adó területet, és két éve valóban nem történik semmi, pedig 10 milliárd forinttal adtuk át a városvezetést. Lehetőségük lett volna rá, a tervek már elkészültek, csak ugyanúgy elkészültek, ahogy egyébként a multisportbázis területére elkészültek a tervek, az STK-val szembeni szolgáltatóháznak elkészültek a tervei, semmi más nem kellene csinálni, csak dolgozni, de szemmel láthatóan nem csinálnak semmit. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak felelőssége, közös felelősségünk, hogy április 3-án olyan parlamentet, olyan országgyűlést választunk, amely Magyarország ügyeit valóban intézi, jó irányba tereli, és nem ezt a semmittevést hozza el.